Folytassuk apró pici elemi programjainknak a megoldását. Olvasd be a rendszerbemenetről két egész számot, és írd ki a rendszer kimenetére a két szám osztásának eredményét. Hányszor van meg benne, és az osztási maradékot. Hát ugye ezt azért találtam ki, ezt a feladatot, tehát nem is én találtam ki, szerintem találtam az interneten, hogy azt a két műveletet, amelyik nem annyira jellemzően a hétköznapokban használt, illetve rácsodálkoztatok, hogy ilyen is van egy programozási nyelvben, mégpedig ugye a maradékos osztás, vagyis az egész osztás, bocsánat, az egész osztás, tehát a 4 két darab osztás jellel osztva 3-mal, az olyan, mint általános iskolából a bennfoglalás, első, második, talán még harmadik osztályban is, lehet negyedikben is, tulajdonképpen nem is osztásnak, hanem úgynevezett bennfoglalásnak hívták az osztást. Tehát a 4-ben a 3 egyszer van meg. Mennyi a maradék? Hát a 4 maradéka a 3-mal, ez pedig a százalék jel viszi ezt. És az is 1, ugye? Tehát 4-ben a 3 megvan. Egyszer maradék az 1. Na nézzünk egy másik példát, hogy biztosak lehessünk az eredményben. Opa, rossz felé nyúltam. 7-ben a 2 megvan 3-szor. Így van. És a 7 maradéka a 2-ben, az pedig 1. Tehát 2-szer 3, 6. Na, nem tudok, nem látok, 2x3, 6, meg 1, az pontosan 7. Nagyon szép ez a matematika, és végtelenül egyszerű. Na jó, akkor gyerünk, csináljuk meg gyorsan. Print, idézőjel, maradékos osztás. Idézőjel bezárva, ugye minden párban van, az idézőjelek, a zárójelek. Kérek egy számot, hát most nem viszem túlzásba, de azért gyakoroljuk. Kifeje osztandó. Ugye jó, az osztandó. Int, mert egész számát fogom konvertálni, azon belül input, azon belül tájékoztatás, mint paraméter. Tehát input, azt mondja, hogy kérem az osztandót, kérem az osztandót. Így, ni. Jó, aztán kell az osztó. Ez a két egész szám. Szintén, jó, hát most akkor csaljak egyet. Mondom Ctrl-C, de jó, hogy nem volt a vágólapon semmi. Kérem az osztót. Így. És már is megvan a tájékoztatás, az adatbekérés, és akkor most jön a művelet. Tehát eredmény. Ezt a memória objektumot, változót kiszámoljuk, az osztandó, elosztjuk az osztóval. Egy egész számot fogunk kapni eredményül. A maradék pedig nem más, mint az osztandó százalék osztó. És a végén kiírjuk az eredményt, print, idézőjelben, valami szép tájékoztató jellegű kiírás kellene. Mégis micsoda, azt mondja, hogy a százalék D osztási, igen, úgy, mint általános iskolában. A 3-ban a százalék D megvan
Százalék D, ugye ide fogom a százalék D helyére írni az eredményeket, megvan. Ennyiszer vesző a maradék százalék D. És ide, ugye a százalék jel mögé, zárójelben szépen felsorolom, hogy az első szó az osztandó, mert valamiben megvan az osztó, de így nem kell százalékjel, buta vagyok, osztó, az eredmény a következő szó, és a végén a maradék. És én már elmentettem osztályos pály néven, a csillag azt jelzi, hogy itt nem mentettem rá, most nyomok egy Ctrl-S-et, F5, kérem az osztandót. Na, egy olyan bemeneti adatunk már van, hogy 7. Nézzük 2-t, mint osztót. 7-ban a 2 megvan 3-szor, a maradék 1. Ugye ide kellene egy olyan, hogy szép legyen a magyar. Megvan 3-szor. Természetesen a... Mondom, szor. Természetesen a magyar nyelv az nagyon gazdag ragokban és toldalékokban. Nehéz egy informatikusnak ezt lekövetni, hogy helyesen is beszéljen a számítógép. Tehát azt mondja, hogy ez 1234 osztva 123-szor, tehát 123 megvan benne 10-szor, és a maradék 4. Oké. Na, hát ezt is le tudom ellenőrizni fejben, tehát nagyjából jó, csak az a 10-szor, meg a 1924-ben az egy kicsit gázos, de előbb-utóbb egyébként ezt is lehet, hogy meg fogjuk tanulni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogy helyesen beszéljen a számítógép magyarul. Köszönöm a figyelmet, remélem jó lesz a feladat megoldásotok, de és azt is remélem, hogy megcsináltatok önállóan is.